gyere, gyere, hadd mondjak valamit, lép be az ajtón, hagyd kint a gondjaid, neked is jár. Megtudd a titkot, ahogy eddig éltél, nem volt még biztos. Itt is éltél és ott is jártál, máshogyan láttad, máshogyan voltál, máshogyan akartad, máshogyan lett is. Szabadnak születtél, tudjad és hidd is. Engedd, hogy érezd, mit mond az éned, igen. Holnaptól nézd meg, hol tartasz éppen, figyelj. Minden nap érted, ébred a szíved, igen. Döntsd el végre és élj, szabadon dönts, 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 dönts. Gyere, gyere, ha csúgjak valamit, mozgasd a testet, hogy érj is valamit. A hosszú élet titka, nem orvosi gyógyszer, magadba higgy, számaidat érd el. Egyszer élünk és egyszer érzel, abból adhatsz, amit magadtól érzel. Elesti százszor, újra állj fel, a gondolat az szabaddá tesz. Engedd, hogy érezd, mit mond az éned, igen. Holnaptól nézd meg, hol tartasz éppen, figyelj. Minden nap érted, ébred a szívem, igen. Döntsd el végre és élj, szabadon. Dönts, 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 dönts. Éned, igen. Holnaptól nézd meg, hol tartasz éppen, figyelj. Minden nap érted, ébred a szíved, igen. Döntsd el végre és élj. Engedd, hogy érezd, mit mond az éned, igen. Holnaptól nézd meg, hol tartasz éppen, figyelj. Minden nap érted, ébred a szíved, igen. Döntsd el végre és élj, szabadon. Dönts, 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 dönts. Wow! Szinte, mintha a nyárit most hagytuk volna abba egy pohár víz szünetre, és onnan folytatjuk tovább. A stúdióban az Ocho Macho, vagyis hát nem is az egész Ocho Macho, de már a múltkor is kíváncsi voltam arra, hogy a 8 fős csapatból, amikor egy 4 fős stúdióba jönnek, akkor hogy osztják meg, hogy ki jöjjön, és ki maradjon otthon. Vagyis az Ocho Machoból most melyik rész jött el, az Ocho vagy a Macho? A quattro, a négyes fogat. Igazándiból nyilván azt kell mérlegelni ilyenkor, hogy a hangszerek, amik meg tudnak szólalni, és azok dalt képezve aztán élményt is adjanak, úgyhogy így válogattuk össze magunkat a mai alkalomra is. De ilyenkor nincsen sértődés, veszekedés abból? Hát figyú, azért... Csak túl vagyunk ezen, hogy érthető a dolog, hát, szóval így zenekaron belül, én azt gondolom, hogy nem, hát ez így érthető, hogy most nem a pozán trombita fog éneket kísérni, nem a korta hangszerek, szóval. És nincs olyan félsz bennetek, hogy most hogy fog megszólalni a csapat fele ugyanabban a dalban? Hát mint az állat, én úgy félek, remegek, mint a kocsonya. Nem játszottunk, nem tudom mióta, úgyhogy mindenképpen van izgalom. De szerintem, figyelj, én úgy vagyok vele, hogy a többiek nyilván érteni fogják a poént, de legrégebben vagyok így a Mikey-val, hogyha a hólapát lenne a kezébe, ő akkor is megoldaná, hogy én tudjak valahogy énekelni. Tehát annak olyan biztonság, hogy ez megoldódik így. Szóval nem mondtuk el, hogy kik jöttek el most ezúttal hozzánk. A mikrofonnál Kírnap Gergő, a többiek pedig... Zongoránál Wolford Benjamin, Benike, gitáréneknél Jao, és a gitárnál bal oldalon pedig Mikey. Egy darabot szakíts ki magadból, tenyérből fújd el a haragból, engedd ki széllel a jövőbe, meséljen rólad az esőben. Egy darabot szakíts ki magadból, tenyérből fújd el a haragból, engedd ki széllel a jövőbe, meséljen rólad az esőben.
Leülök a teraszomra, ideális hely. Hagyom, hogy a gondolatok szakadjanak fel, amíg téptek és nyomtak már eleget engem. Hagyok most helyet az ismeretlennek, egy érzésnek, egy sokkal jobb létnek. Hol a rezgések meg a fényképek? Előhívnak egy-egy szép emléket, és majd összeállnak együtt térképnek. És ha tehetném, akkor csak azt kérném, hogy legyen zene bennem annyi még, mint az embereknek a jó kedve. Legyen színes, mint reggel a nap felkelte. És ha azt hiszed, hogy mindent láttál már, hogy leszemed a valóság rád vár. Láthatatlan, igaz és tiszta, mint gyermekednek az első mosolya. Egy darabot szakíts ki magadból, tenyérből fújd el a haragból, engedd ki széllel a jövőbe, meséljen rólad az esőben. Egy darabot szakíts ki magadból, tenyérből fújd el a haragból, engedd ki széllel a jövőbe, meséljen rólad az esőben. Teraszomra, ideális hely. Hagyom, hogy a gondolatok szakadjanak fel, amíg téptek és nyomtak már eleget engem. Hagyok most helyet az ismeretlennek, egy érzésnek, egy sokkal jobb létnek. Hol a rezgések meg a fényképek? Előhívnak egy-egy szép emléket, és majd összeállnak együtt térképnek. Egy darabot szakíts ki magadból, tenyérből fújd el a haragból, engedd ki széllel a jövőbe, meséljen rólad az esőben. Egy darabot szakíts ki magadból, tenyérből fújd el a haragból, engedd ki széllel a jövőbe, meséljen rólad az esőben. Ilyen mini koncerten éreztem magam. Na, de jó. Hát nem hiába, és közben gondolkodok azon, hogy most mivel folytatjuk egyszer. Mármint dalt, illetve a flow-ra gondoltam. És ha most egy ilyen nagyobb koncerten lennénk, igen? Akkor emlékszel-e még, hogy melyik dallal szoktátok folytatni ezt a zenét? Hát biztos, hogy nem a flow, ilyenkor már túl vagyunk szerintem. Valami hangos jön ilyenkor. Ugye? Azt hiszem, hogy csak egy darabot után hangos van. Nem ez úgy. A gerilla? Lehet, hogy a gerilla szokott jönni. De valami pörgő. Megvannak még emlékben ezek a dolgok? Biztos, hogy ahogy fölírnám a playlistet, az gurulna magától ki, persze. Hát mi? Ugye most nagy kérdés majd, hogy az új dalokat is szeretnénk illeszteni azért, hogy megújulással szeretnénk mindenképp visszatérni. Szóval ugye ebben a leállásban én azt gondoltam, hogy amúgy nagyon benne van az a lehetőség is, hogy egy nagyon friss, nagyon új valamit is tudjunk egybe a színpadra vinni. Úgyhogy én majd még a fiúkkal kell erről beszélni, hogy de vannak ilyen tervek, hogy tényleg oda legyen téve az első koncert is. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Ez a live session itt a 98.6 Manna FM-en az Ocsó Macsóval, akkor melyik dallal folytatjuk? Hát fogadjátok sok szeretettel a Flow című dalunkat. És mindig így elmondod minden dal előtt, hogy mi jön? Eszem állába sincs. De ahogy is megy magától, hömpölyög, ahogy az áramlat viszi. Szoktál hozzájuk beszélni? Amúgy igen. Valamikor spontán, leginkább spontán. Hosszan, röviden. Ez ugye történeteket is mesélsz? Van úgy, igen. Hát ez hangulatfüggés, ez nagyon-nagyon érdekessé tudja tenni a színpadi létet, hogy nem előre. Vannak azért nyilván mondatok, amik ismétlődnek és fontosak, mert üzenet értékűek, de valamikor belazulok, vagy olyan helyszín, és akkor van sztorizás is.
Általában a szegény Mikey szokott olyan rosszokat kapni, hogy utána megkér, hogy ezt most már felejtsük el. Érezzétek magatokat otthon, jó? Igen, előjött. No, akkor jöhet a dal. Szikla szélén csendben ülve, lóg a lábam a semmibe mélybe, vitorlázik a lelkem a szélben. Így most jó, lemenő nappal szembenézve, kaptam a sorstól, amit kértem, ellazulva egy felhőre dőlve. Így most jó. Kérlek, ezerszer hallottad, nem ez az élet. Ülj-e mellém, lélegezz mélyet. Fogadd el magad, hisz te vagy a lényeg. Pótolni nem lehet sehogy sem téged. Maradj ki ebből, maradj ki, kérlek. Szeretnél nagyon gazdagnak tűnni, miközben másoknak nincs semmit enni, boldogságot nem lehet venni. Így most jó, tanulni, tudni, észrevenni, biztatni, ölelni, támaszra lelni, álmokat élni, nagyon szeretni. Így most jó. Maradj ki, kérlek, ezerszer hallottad, nem ez az élet. Ülj-e mellém, lélegezz mélyet. Fogadd el magad, hisz te vagy a lényeg. Pótolni nem lehet sehogy sem téged. Maradj ki ebből, maradj ki, kérlek. Maradj ki ebből, maradj ki, kérlek. Ezerszer hallottad, nem ez az élet. Ülj-e mellém, lélegezz mélyet. Fogadd el magad, hisz te vagy a lényeg. Pótolni nem lehet sehogy sem téged. Maradj ki ebből, maradj ki, kérlek. Ez egy olyan, mint egy másik dal. Vagyis, hogy ez egy másik dal. Csak a címe ugyanaz. Olyan élményt ad, hogy teljesen más, mint amit eddig ez a dal adott. Igen. És ez így valami elképesztően jó. De jó. Köszönjük szépen. Ocsó, macsó, itt a 98 mondhat Manna FM-en élőben. Lehet, hogy többet kéne zenélni. Igen. Igen, könnyen lehet, hogy egy kicsit többet kellene zenélnetek, de mindjárt folytatjuk is innen a live sessionben. Hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Budapesten és környékén tekerj a 98.6-ra, vagy hallgasd online a mannafm.hu oldalon. Manna FM. Örömre hangol. Érzésem szerint kizárt, hogy benneteket csak a zene köt össze, és ha beszéltek, akkor csak zenéről beszéltek, így 8-an. Tudom, hogy most 4-en vagytok itt. Milyen nektek egy átlag hétköznapotok, hetetek? Mennyit vagytok együtt, mennyire kapcsolódtok össze?
Ugye erre már utaltam, hogy földrajzilag azért szétszakított Igen. minket az élet, és azért a telefonos kapcsolat az megvan. Tehát, hogyha nyilván a szezont nézzük, vagy a turné időszakot, amikor a zenekar aktívan koncertezik, akkor megvannak ezek a baráti személyes beszélgetések is, hiszen élményfeldolgozás van, sztorizások, stb. Az egy összekovácsoló műhely tud lenni, egy 6 órás út mondjuk. Most ebben az időszakban azért telefonon tartottuk a kapcsolatot, meg építettük egymás lelkét, fogtuk a kezét a zuhanónak, és aztán emeltük egymás mellé. Milyen sűrűn beszélgettek egymással? Most már többet. Mondom, az elején a tavaly évben, szerintem mindenjünk nevében mondhatom, hogy ott azért kiürült mindenki, és az, hogy fölhívtuk volna egymást, hogy mi van veled, semmi, és ugyanez a válasz, tehát ez még lélekrombolóbb volt. Én azt gondolom, úgyhogy így figyeltünk egymásra, meg gondolatban szerintem, én biztos vagyok benne, hogy gondoltunk sokat is egymásra, de az első kapcsolatfelvétel mégis csak a dalok írásánál úgy elindult, és akkor ez egy épületesebb valami volt, egy biztatóbb jövőbenézés. Így kívülről, így most, ha 4-5-ökre nézek, és nézem, ahogy zenéltek valami, tényleg olyan kapcsolódás van köztetek, és látszik, hogy ez nem csak zene, hanem itt valami barátság, valami lelki dolog is benne van, és ez egy abszolút pozitív látvány, és azt látom, hogy ti annyira egy vagytok, hogy mint egy szervezet, aminek mindenki egy-egy része, egy-egy funkcionális betöltött szerve, és az egész úgy egyben működik, és nem tudnak elszakadni egymástól. Hát örülünk neki, hogy ezt így látod, és szerintem mi is így gondoljuk. Igen. És vannak láthatatlan kapcsok valóban közöttünk. Melyik dal jön most? Hát szeretünk illegálisak lenni, azt gondolom, hogy a zenekarhoz mindenképpen ragaszkodik ez a név is, hiszen az évzáró szombatai koncertünk az mindig Illegál Fesztivál név alatt futott, és hát legyünk gerillák, nem? Egy picit talán szabad hangoskodni, meg gerillának lenni, úgyhogy jöjjön a gerilla. Toljátok! Lenni illegális egy gerilla legbelül a földön, test a börtönben pár évet ült. Lenni illegális egy gerilla legbelül a földön, porba szültek, de felhőkön ül. Kemény, mint a vasdarab, fejem beleme meghasad. Olyan, ami majd méretez, gyötör a végzet, hogy az ördög verje meg. Akit üldöz, az én vagyok, kikerülnek az angyalok. Olyan, de te nem élvezed, amint a föld ad, hogy a sorcsú vassza meg. Akad, akinek a pénz az álom, van, akinél minden áron. Akad, akinek a trón a vonzó, a hatalom az olajon, a föld a víz felett. Akad, akinek az ész a minden, analízis minden szinten. Nekem, akinek a föld se passzol, szúnyogon az ütő, és csak annyit ér. Én lenni illegális egy gerilla legbelül a földön, test a börtönben pár évet ült. Én lenni illegális egy gerilla legbelül a földön, porba szültek, de felhőkön ült. Hideg, mint a jégdarab, szívem beleme meghasad. Olyan, de milyen élet ez, gyötör a végzet, hogy az ördög verje meg. Akit üldöz, az én vagyok, kinevetnek az angyalok. Olyan, de te nem élvezed, amit a föld ad, hogy a sorsgyú vassza meg. Akad, akinek a pénz az álom, van, akinél minden áron. Akad, akinek a trón a vonzó, hatalom az olajon, a föld a víz felett. Akad, akinek az ész a minden, analízis minden szinten. Nekem akinek a föld se passzol, szúnyogon az ütés, csak annyit ér. Én lenni illegális egy gerilla legbelül a földön, test a börtönben pár évet ült. Én lenni illegális egy gerilla legbelül a földön, porba szültek, de felhőkön ült. Elszállt néhány év, lassan szétvág, és ami marad, az meg semmit nem ér. Nem számít sem föld, sem ég, mint egy gerilla, csak annyit ér. Én lenni illegális
legális egy gerilla legbelül a földön. Test a börtönben pár évet ült. Én lenni illegális egy gerilla legbelül a földön. Porba szültek, de felhőkül ült. Én lenni illegális egy gerilla legbelül a földön. Test a börtönben pár évet ült. Én lenni illegális egy gerilla legbelül a földön. Porba szültek, de felhőkül ült. Hú, de jó volt. Azért az elképesztő, hogy így, hogy csak négyen vagytok itt a stúdióban, így is mennyire jól megszólal a dal. Van egy elképzelésem a jövőt illetően. Kívánom nektek, hogy annyi fellépés és koncert lehetőség legyen, hogy a csapatnak ketté kell válni. És az ocsó-macsó 4-4 taggal turnézik az országban. Mondjuk Jao megy az egyik felével, te meg Gergő a másik felével. El tudjátok képzelni? Nem. Nem. Ha csak az egyik fele el nem megy, Sörérje a másik fele zené, de más opciót nem. De azt köszönjük, hogy ezt kívánod nekünk. Hát mi is az összes zenésznek és minden zeneszerető embernek, hogy ez a kettő találkozhasson végre minél többször. Lehet ezt annyit csinálni, hogy azt mond egy nap végén, vagy egy hét végén, hogy miért is csinálom én ezt? Tehát, hogy annyira sok ez lehet? Szerintem erre való a sok saját dal. Ugyanis ki tudod cserélgetni, és mindig van valami izgalom benne, hogy nem egy 10 dalos projekttel jársz 3 éven keresztül, hanem van 5-6 nagy lemezed, és abból a 90 percet tollózod össze. Szerintem annyi kihívás van ebben, annyi lehetőség, hogy én nem tudom, hogy éreztem-e olyat, hogy emiatt fásult lettem volna, vagy fáradt. Ó, de jó. Hát a legjobbakat kívánom nektek. Köszönöm, hogy eljöttetek, és remélem, hogy ugyanígy folytatjuk tovább az élő örömzenélést itt a Manna FM-en a Live Sessionben. Tóth Péter búcsúzik, sziasztok, a legjobbakat kívánom. Sziasztok. Manna FM. Örömre hangol.